Kulturális élménydömping. Az 5. Tour de Opera idén már 4 napon keresztül várta a természet, a sport és a zene szerelmeseit. A csütörtöki Tópikniket követően pénteken különleges gálaműsort láthatott a nagy érdemű. A Tiszafüredi Szabadstrand melletti szigeten az Experience műsorát opera részletekkel egészítették ki. Több ezren nézték végig a több mint 2 órás produkciót. Sok idő nem volt a pihenésre, hiszen másnap a Tiszafüredi kerékpárcentrumtól indult az a több mint 60 kilométeres túra, melyet több szakaszra osztottak. Minden állomáson egy-egy fellépő várta a kerekezőket. Sarudon Paja Bea énekelt. Szép szemű szeretőm, nézd a tél, elmúlt. A táv elején még mindenki könnyen rótta a kilométereket, idővel azonban a fáradtság is előjött. Persze nem mindenkinél. Szeretem, ezért mindenevő vagyok, tehát nem igazából a nagy igény, hanem az, ami kellemes, jól szórakoztat, jól pihentett. Nem akarok különösebben elmélyülni itt a zenében, de így közben nagyon finom ez. A résztvevők rangidőse, a 81 éves Peták Kálmán is teljesítette a távot. Gyalogolni nem tudok, de kerékpározni igen. Ezen a napon mintegy 400-an pattantak kerékpárra. Persze akadt olyan család is, amelyik felmentést kapott a kerekezés alól, hiszen pici gyerkőccel érkeztek. Nagyon szépen köszönjük a szervezőknek, hogy megengedik nekünk, hogy autóval a sor végén tudjunk közlekedni, így gyakorlatilag az autóba be tudunk pakolni mindent, és egyszerűen megoldható. Már hagyomány, hogy a fesztivál záró napján hajóba ülnek a vendégek. Az abátszalóki induláskor Bősze Ádám rádiós műsorvezető stand-upja nevettette meg a csapatot. Egyszer az volt a közlekedési hír, hogy X és Y kereszteződésben nem működnek a villamos fedező lámpák. Mire én hozzáfűztem azt, hogy biztos nagy a szomorúság a villamos kenelben. Igazi csemegének számított, amikor Szent Márton a Tiszató közepén egy hajóban állva adott koncertet. Forgás Eszter Fuvala művész, Falusi Marian énekes, egy mini opera, Hegyi Móre Cildikó és Horti Lilla opera énekesek, vagy a szolnoki Rezes nagyparti együttes csak néhány a fellépők közül. A Tisza Táncegyüttes és a Korvinkások Kiskörénél tánccal üzték el az esőt. Nagyon tetszik, egyszerű a válasz, csodálatos ez a mai nap, az időjárás is kedvez, de természetesen a programok is nagyon jók. Alig, hogy véget ért az idei Tour de Opera rendezvény, már is kezdődik a jövő évi szervezése. A tervek szerint akkor is lesz Tópiknik, Természetopera háza, Tour és Bót Opera egyaránt.